Vezetői gondolkodásmód. Alex Haley, a gyökerek szerzője, egy kerítés tetején üldögélő teknős béka képét tartogatta a dolgozó szobájában, hogy emlékeztesse arra a leckére, amelyeket évekkel azelőtt megtanult. Ha teknőcöt látsz egy kerítésoszlopon, tudhatod, hogy valaki segített neki. Néha arra gondolok, jegyezte meg Haley. Hű, de fantasztikus dolgot műveltem. Olyankor ránézek a képre is eszembe jut, hogy a teknőt sem önerejéből jutott fel az oszlopra. A kinevelt vezetők és azok, akik a mestereik voltak, éppen olyanok, mint a kis teknőc. Sok segítséget kaptak. Mások tették lehetővé, hogy az oszlop magasságából szemlélhessék a világot. A fejlődési folyamat során az új és a régi vezetők élete egyaránt gazdagodott. Az emberek fejlődése minden érintett életét megváltoztatja. Az értékek átadása jóval többet jelent a személyes előbrejutásnál, vagy a szervezet gyarapításánál. Igaz, hogy a fejlődés által előbbre jutunk. Az sem kevésbé igaz, hogy a szervezetek jobbá válnak és kiteljesednek, ha olyan vezetőik vannak, akik mások fejlődése segítésének szentelik magukat. Az értékátadás azonban több ennél. Életcéljaik és képességei kiterjesztését jelenti. Az emberek fejlődése minden érintett életét megváltoztatja. Ellen McGinnis írja Bringing Out the Best in People, Hozzuk ki a legjobbat az emberekből című könyvében. Nincs nemesebb elfoglaltság a Földön egy másik lény segítségénél. Emellett, ahogy a negyedik fejezetben Emerson szavait idéztem, magunk is mindig nyerünk azzal, ha másoknak segítünk. Az új vezetők érték többlete. Az értékek kölcsönös átadásának elvét illusztrálandó, némi elemzést végeztem a saját szervezeteimnél. Nem feltétlenül azért választottam ezeket, mert a legjobb példákkal szolgálnak, hanem azért, mert a saját szervezeteimet ismerem a legközelebbről. 10 vezetőmtől kértem visszajelzést, hogy kiderítsem, miféle értékeket adtam át nekik. Mindannyian tudták, hogy ezen a könyvön dolgozom, amikor megkértem őket, sorolják fel, milyen értékeket kaptak tőlem, és milyen értékekhez juttattak ők engem. Az alábbiakban a kapott válaszokat összegzem. Sok kellemes dolgot hallottam, de nem ez az oka, hogy közzéteszem a feleleteket, hanem így szeretném konkrétan megmutatni, hogy az emberek fejlődése kézzelfogható eredményekkel jár, amelyeket felismerve később másoknak is továbbadhatunk. A 10. fejezetben majd szólok arról, hogy ezen emberek némelyike hogyan folytatja tovább a fejlődési folyamatot a környezetében lévőkkel. Miután eltöltünk némi időt személyzeti fejlesztéssel, rá fogunk jönni, hogy mások is ugyanúgy reagálnak erre, ahogyan az én embereim tették. Példamutatás. Szervezetem legtöbb vezetője fontosnak tartotta megemlíteni a példamutatást, amit tőlem látott. Egyikük így fogalmazott. Ön adja meg a szervezetemnek a menetütemet. Sosem kér többet, mint amennyit maga is adni képes. Ez a szintvonal állandóan arra serkent, hogy képességeim legjavát nyújtsam. A példamutatás fontos ösztönző erő, mivel nem csak azt jelzi az embereknek, hogy mit várunk, hanem azt is, hogy mit lehet teljesíteni. Embereim egyik legfontosabb észrevétele volt, hogy példát mutatok a szüntelen, személyes fejlődés iránti elkötelezettségre. Ezt látva ők is felismerik a jelentőségét, és hamarosan magukévá teszik ezt a hozzáállást. Lehet, hogy holnap elválnak útjaink, de akkor is folytatják majd a belső gyarapodást, mert a sajátjukká vált ez a szemléletmód. Jövőkép és iránymutatás. Minden sikeres szervezet vezetője jövőképet tár emberei elé. Nekem mindig gondom volt arra, hogy környezetemmel megismertessem jövőképemet, mivel a vezérfonal nélkül nem valósíthatjuk meg céljainkat. Egyik beosztottam rólam szólva kijelentette. Képessége, hogy az egész képre összpontosítson. Megóvott engem a csőlátástól. Jövőképet és útmutatást ad, mondta egy másik. Amíg a közelében vagyok, tudom, hogy nem téveztem szem elől a szakmai célt. Bert Nanus írta a Visionary Leadership vezetés jövőképpel című könyvében. A vonzó, értelmes és megvalósítható széles körben elterjesztett jövőkép bármely szervezet legerősebb hajtómotorja, a kiválóság és a hosszú távú siker felé. A jövőkép felvázolása és másokkal való megosztása több, mint hajtóerő a szervezet számára. Iránytű az embereknek saját életükben is. Miközben hozzájárulnak a szervezet magasabb céljainak eléréséhez, maguk is világosabban kezdik látni a saját jövőjüket. Minél élesebbé válik ez a kép, és határozottabbá a haladási irány, annál több értelmet nyer az életük. Bátorítás és megerősítés.
Valamennyi megkérdezett úgy nyilatkozott, hogy bátorítást kapott tőlem. Ez örömmel tölt el, hiszen mindennél inkább vágyom éreztetni embereimmel, hogy szeretem őket és a javukat akarom. Íme egy beosztottam véleménye. Mindig személyes megerősítést és buzdítást kapok tőle, már-már túl sokat is. Nála jobban senki nem képes erre. Néha összefutok emberekkel, akik nem túl jól csinálnak valamit. Mégis úgy érzik, hogy John szereti őket. Egy kollégája így beszélt. Személy szerint törődik velem, és úgy hiszem, hogy szívén viseli az érdekeimet. Azt akarja, hogy győzzek. Pozitív hozzáállása és bátorítása jelzi, hogy boldog, ha sikereket érek el. Figyel arra, ami számomra a legfontosabb, a családomra. Társadalmunkban az emberek kevés bíztatást kapnak. Ki vannak éhezve a buzdításra, de csak ritkán részesülnek belőle. Két okot is tudok arra, hogy a nálam dolgozók másként érzik magukat. Egyrészt időt fordítok arra, hogy megismerjem őket és kapcsolatot alakítsak ki velük. Tudom, kik ők, hova valók, ismerem a házastársukat, a gyermekeiket, ismerem az adottságaikat és a céljaikat. Valóban ismerem őket. Másrészt szeretem az embereimet, és ezt rendszeresen kifejezésre is juttatom. Nem arra gondolok, hogy egyszerűen megdicsérem a munkájukat. Tudtukra adom, hogy törődöm velük, és elsősorban mint embert szeretem őket. Az emberekkel kialakított szilárd kapcsolatot semmi sem helyettesítheti. Csak erre az alapra építhetünk, ha fejleszteni akarjuk beosztottjainkat. Ha semmi egyebet nem teszünk, csupán megismerjük embereinket, szeretjük és elfogadjuk őket, már hozzáadtunk valamit az életükhöz. Hit önmagunkban. A legtöbb ember, akinek a fejlődések körül eleddig segédkeztem, nem holmi szerény kis ibolya, mert találkozásunk előtt sem a félénkség jellemezte őket. Ám még akik eleve rendelkeztek némi önbizalommal, azokat is lehet arra buzdítani, hogy higgyenek erősebben önmagukban. Idézet egyik beosztottam dolgozatából. John gyakran bekukkant az irodámba, hogy megnézze, jól vagyok-e, megerősítsen, újra elmondja, mennyire nagyra értékeli a terhet, amit vállaltam. Kezdettől fogva arra bátorít, hogy valósítsam meg az álmaimat. Bíztatott, hogy vágjak bele olyan feladatokba, amelyekkel soha azelőtt nem találkoztam, és szüntelenül fejlődjek. Bízunk az emberekben, és megszolgálják a bizalmat. A The Winning Attitude, Your Key to Personal Success, a nyerő hozzáállás, avagy a kulcs a személyes sikerekhez című könyvemben többek között részletesen taglalom azt a megállapítást, miszerint lehetetlen következetesen jó teljesítmény nyújtani, ha bizonytalanok vagyunk saját magunk megítélésében. Ez bármilyen kedvező vagy kedvezőtlen körülmények között is érvényes. Aki szilárdan hiszi, hogy képes boldogulni, az akkor is úgy tesz, ha ismételten akadályokba ütközik. Mások minden lehetőséget megkaphatnak az élettől, mégis csődöt mondanak, mert szerencsétlennek tartják magukat. Ha ismerem a vezetőimet, hiszek bennük, bátorítom és sikerhez segítem őket, azzal nekik is megkönnyítem, hogy jobban higgyenek önmagukban. Megpróbálom egyre nagyobb győzelmekhez juttatni őket. Az emberek szinte mindig felnőnek elvárásaink szintjéhez. Bízzunk bennük és megszolgálják a bizalmat. Készség az új dolgok kipróbálására. Magabiztossá tesz, hogy kockáztatni merjek, és ezáltal új magaslatokra emelkedjek, ő pedig mindvégig őszintén hisz bennem, mondta egyik vezetőm. Az emberek önmagukba vetett hitének egyik legfontosabb eredménye a hajlandóság az új dolgok kipróbálására. Ha az emberek csak azt csinálják, ami kényelmes a számukra, akkor kátyúba jutnak. Megállnak a fejlődésben. Ha viszont hajlandóak a kockázatvállalásra, akkor olyan feladatokat is véghez visznek, amelyeket korábban lehetetlennek tartottak. Többet teljesítenek, mint amire képesnek hitték magukat, és többé válnak, mint valaha is álmodták volna. A kockázatvállalás nyomán járó fejlődés hihetetlen mértékben gazdagítja az ember életét. Személyes fejlődés. Rendszeresen szakítok időt arra, hogy a körülöttem lévők fejlődését segítsem. Egyik vezetőm mondta. Több mint egy évtized óta céltudatosan pártfogolsz és irányítasz engem. Sohasem sajnálom az időt, hogy vezetőimnek tanácsot adjak. Segítek nekik megbirkózni a bonyolult helyzetekkel. Rendszeresen foglalkozom felvértezésükkel is. Több vezetőm is hasznosnak nevezte a havonta tartott vezetői eligazításokat. Egy kolléganő az általam átadott tapasztalatokat említette.
Mindig arra törekszik, hogy a környezete is megtapasztalja vele együtt mindazokat, a kedvező lehetőségeket, amelyekben neki része volt. Keressünk lehetőségeket, hogy megosszuk magunkat másokkal. Megpróbálok annyit adni embereimnek, amennyit csak tudok. Néha az időmet szentelem nekik, máskor útmutatást kapnak tőlem. Ha egy értékes tapasztalatot adhatok át, nem mulasztom el megtenni. Az előbbi kolléganő azt hozta fel példaként, hogy segítségemmel reggelizhetett együtt Dél-Koreában a világ legnagyobb egyházának lelkészével, Dr. Cho-val. Egy másik vezetőm mindig arról álmodott, hogy személyesen találkozhassék, Billy Graham-mel. Amikor lehetőségem nyílt, hogy megismerkedjem a nagy evangelizátorral, megosztottam az élményt ezzel a munkatársammal, őt is magammal vittem. Ez a két eset izgalommal töltötte el az érintetteket, de az értékük nem több a ma hétköznapi fejlődési tapasztalatok kínál, amelyeket nap mint nap próbálok megosztani embereimmel. Keresem a lehetőségeket, hogy megosszam magamat másokkal, és olvasóimnak is ezt ajánlom. E kötelezettség a belső gyarapodás mellett. Most már tudjuk, milyen fontos az ember sikere szempontjából a belső épülés. Ez adja hozzá a legnagyobb értékeket az ember életéhez. Íme hogyan vélekedett erről szervezetem egyik vezetője. John emberileg és vállalatvezetőként is elkötelezte magát a mindenáron való fejlődés mellett. Mivel az élen haladva folytonos lelki gyarapodásra és újabb erőpróbákra áhítozik, ezzel erőt, ösztönzést és bátorságot ad nekem, hogy meghozzam a kemény döntéseket, és soha ne váljak önelégülté. A fejlődés érdekében rákényszerült, hogy elbocsásson embereket, nemet mondjon, és fontossági sorrendet állítson fel. Nem fél vállalni a vezető magányosságát sem. Ahogy ez a hölgy szavaiból is kitűnik, szervezetemben nem én egyedül hozok áldozatot a személyes fejlődésért. A felső vezetés valamennyi tagja elkötelezte magát emellett, akármit hozzon is a jövő. Ha holnap meg kéne válnom a szervezettől, ők továbbra is meghoznák a fejlődéshez szükséges áldozatokat. Ahogy Walter Lippmann mondta, a vezető végső próbaköve a meggyőződés és az akarata folytatásra, amelyet másoknak hátrahagy. Mozgástér. Az emberek mozgásterét három dolog szabja meg: a lehetőség, a szabadság és a biztonság. Tapasztalataim szerint az emberek mozgásterét három dolog szabja meg: a lehetőség, a szabadság és a biztonság. Vezetőimnek lehetőséget adok, hogy újabb dolgokat tegyenek a szervezetért, szabadságot, hogy alkotó és kezdeményező módon vigyék véghez ezeket a dolgokat, végül azt a biztos tudatot, hogy akkor is a hátuk mögött állok, ha nem minden a tervek szerint alakul. Egyik vezetőm a következőt mondta erről: biztosítottál engem, hogy minden hatalmadban álló eszközzel segítesz, s ez bizalmat és biztonságérzetet ébresztett bennem. Szeretném látni, hogy munkatársaim sikereket érnek el, és ehhez mozgásteret nyújtok. Ez nem mindig egyszerű dolog, saját szükségleteinket egyensúlyban kell tartanunk annak a fejlődésével, akinek mozgásteret adunk, s eközben mindvégig a szervezet érdekeinek kell szemünk előtt lebegniük. Egyik vezetőm ezt gyeplő elvnek nevezte el. John következetesen elég hosszúra engedi a gyeplőt ahhoz, hogy magam is el tudjam végezni a feladatot, de nem annyira hosszúra, hogy felkössem rá magam. Egy gyeplő elv alkalmazása révén az egyén fejlődését is összeegyezteti a szervezet javával. Egy kicsivel több időt hagy, mint amennyit a feladat elvégzéséhez kívánatosnak tart, ha az illető fejlődik a folyamat által, de sohasem engedi olyan hosszúra ezt a gyeplőt, hogy ezáltal a szervezet egészét kár érje. Egy másik megkérdezett vezetőm a mozgástér biztosítását olyan jellemzőnek érezte, amely a legnagyobb értéket közvetíti a vezetőknek. Így írt erről: az ösztönzés, a hit, a pártfogás és a többi módszer azt aknázza ki, ami már megvan az emberben. A mozgástér azonban új távlatokat nyit az egyén előtt, amelyeket addig nem látott, és az esetek többségében saját magától nem is láthatná meg. A mozgástérrel együtt óriási felelősség is jár. A rossz indítékoktól vezérelt menedzser az emberek és a szervezet java helyett a saját hasznára fordíthatja a kapott mozgásteret. John mindig önmaga fölé helyezte a szervezetet és az egyes embereket. Ha új távlatokat nyitunk szervezetünk valamelyik tagja előtt,
Azzal nem csak erőteljesebb vezetővé tesszük, hanem arra is képessé válik, hogy magáévá tegye a most következő értékeket. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot. Reméljük hasznosnak találtad, és visszavárunk csatornánkon hetente készülő újabb hanganyagokkal.